Sziasztok! Ja, hát ismét csak podolok. Ez egy olyan kényelmes dolog, és amúgy olyan jó is tud lenni. Tehát, hogy nem kell folyamatosan... Bár, mindegy, hagyjuk a rizsát. Lényeg, tegnap tudjátok, panaszkodtam, hogy milyen szarul vagyok. Hát, ugye, tegnap vettem föl. Tegnap vettem föl, igen. Vagy tegnap előtt vettem föl? Nem, tegnap vettem föl. Jó, lényeg az, hogy tegnap kiraktam. Na, utána még úgy lüktetett a fejem egész nap. Volt hőemelkedésem is, de egy kis algopirin lenyomta. Aztán úgy végül is elvoltam. Tudjátok, egész nap nem aludtam tegnap. Így éjfélkor lefeküdtem, és ma 11 órakor keltem föl. Azt mondta a húgom, hogy fúrás van a házban, többször csöngettek, háromszor csöngettek, és ilyen nagyobb időközönként is. Kint a ütvefúró, mindenféle utcazaj, semmire nem keltem föl. Tehát 11 órát úgy aludtam, hogy ilyen kipihenten amúgy régen ébredtem, tehát tényleg jól esett. Na és hát most egy ilyen nagyon kicsi, ilyen kis statisztikákat szeretnék mutatni. Nem tudom, emlékeztek-e a múltkor? Mindjárt meglátjuk, hogy hol van. Csináltam egy olyan videót, hát nem itt van, már jó régi. Na mindjárt meglátjátok, hogy mikor. Tehát csináltam egy olyan videót, hogy mert évek óta bunkó vagyok. Na hát most el fog indulni valószínűleg a hang is, de azt nem akarok. Azt sikerült lenyomnom. Jó, még elindulna. És akkor... Na. És akkor itt nagyon sokan írták nekem, hogy... Nagyon sokan írták nekem, hogy most leiratkoznak, mert hogy milyen izé vagyok, milyen bunkó vagyok, és minden. De hát most meg nagyon találom, hogy hol vannak ezek a kommentek. Tök mindegy, lényegtelen. Nagyon sokan írták, hogy milyen bunkó vagyok, hogy megváltoztam, stb. Ebben a videóban elmondtam, hogy nem, én régen is ilyen voltam. Na és gondolom, hogy érdekel titeket, hogy hogyan változik egy-egy ilyen videó után az előfizetés. Mondták, hogy nagyon sokan le fognak iratkozni rólam. Hát két hét óta már 4000, vagy 445 pluszom van, tehát eddig tök jó az állás, de azért megmutatom nektek a statisztikákat, mert gondolom sokatokat is érdekelhet, hogy egy-egy videónál hogyan alakulhatnak a statisztikák, nem beszélve arról, hogy gondolom nagyon sokan szeretnétek valahogyan növelni a nézettséget, így legalább látjátok, hogy mi az, ami károsabb, mi az, ami nem annyira káros az előfizetők számát tekintve. Na, ebben a hónapban a megjelenítés, megtekintések szempontjából nagyon jól állok. Tehát hát olyan egy hónapja már 150 ezer fölött vagyok bőven, de ha kicsit tágítjuk ezt a 30 napos kört mondjuk a múlt hónapban, most 167 ezer. Látjátok, az előtti hónapban 156 ezer volt a nézettség. Tehát egyértelműen az, hogy például 1000-rel nő kb. A feliratkozó szám, az több ezer megtekintés produkál. Tehát ez ebből a szempontból nagyon durva dolog, és érdekes látni. Na és hát lehet látni, hogy milyen napokon volt az 7. hó 7-én, amikor volt egy olyan, hogy többen néztek. Meg is nézem, hogy milyen videó volt 7. hó 7-én. Lássátok ti is. Aha, Gyöngyi. Gyöngyi, köszönöm a beszéde. Egy eléggé kiugró videó. Abból a szempontból is, ha megnézitek itt a videó nézettségi környezetet. Vannak olyan videók, amiket csak pár pillanatra raktam ki, és azok is elérnek 1000 nézőt, vagy 200-at. De ha megnézitek, akkor Gyöngyi itt a környezetben is eléggé kiugró. Tehát egyértelmű, hogyha szeretnétek nézettséget generálni, akkor dobjatok be egy lányt a videóba. Na most elmegy egy repülő, megint nem csuktam be természetesen az ablakot. De hát így legalább valami atmoszférát is ad az egésznek. Tehát ha szeretnétek nézettséget növelni, akkor tegyetek be egy lányt,
aki megköszöni az úgy bármit, talán azt is megköszönheti, hogy süt a nap, az csá. Ennyi. És akkor már is kiugró lesz a nézettségetek. Ami megnézzük, hogy hanyadik a hetedike. Hetedike, megnézzük, hogy hazott-e bővebb feliratkozókat is például. Menjünk, hol kell menni? Ezek előfizetők. Hetedik hó hetedike. Hát, különösebben nem okozott feliratkozó ugrást. Viszont amit láthattok, hogy azon a napon, amikor egy csomóan megfenyegettek, hogy leiratkoznak rólam 19-én, amikor készítettem azt a évek óta bunkó vagyok videót. Mindjárt meg lesz. Itt van. 19-e. Ott lehet látni, hogy a pozitív előfizetői mérlegem az 1. Tehát sokkal többen iratkoztak le, mint a többi napon. Tehát azt lehet nézni, hogy minden nap szoktak leiratkozni emberek. Itt van egy olyan statisztika, hogy elvesztett előfizetők. És hát ezen a napon ugrott meg a legjobban. 38 ember iratkozott le rólam. És én igazából ezt nem szoktam sose bánni. De itt is lehet látni, hogy például ezen a napon 27-en iratkoztak le rólam, és mégis maradt 20 vagy 32 előfizetőm lett azon a napon. Nézzük meg, hogy Gyöngyit, amit mondtam, ő nem is tudom már mikor volt. Hetedike, ugye? Hetedikén az arány hasonló volt. Gyöngyi miatt azért több lett a feliratkozóm is. Tehát ez is egy érdekes változás a statisztikai dolgokban. Tehát annak a tekintetében. És itt van még egy érdekes nap, amikor ugyanannyi volt a előfizető és a leiratkozó. Ez 7. hó 14. Megnézzük, hogy akkor mi történt. Nem raktam ki videót. De valószínűleg raktam ki, csak lehet, hogy valahogy máshogy. Akkor ezt nem így kell megnézni, hanem a csatornánál ki kell keresni azt, hogy mikor volt az 7. hó 14-e. Amikor kiraktam valami videót, amit már régebben. 14-e az 1, 2, az 14 nap. Nem, 14, 15, 16, 17 nappal ezelőtt raktam ki. Hát nem tudom így, hogy megnézni, hogy mikor volt. Lehet, hogy ez volt az a 700-as videóm. Nem, ez mint hogyha akkor készítettem volna. Hú, de nehéz ezt így most megállapítani. De a lényeg az, hogy nem Gyöngyi volt 3 héttel ezelőtt. Akkor lehet, hogy valahol itt volt. Mint hogyha akkor is elküldtem volna pár embert a francba. És amiatt is nagy lett a leiratkozó szám, amit egy ilyen érdekesebb kiugrást okoz. Viszont meg lehet nézni, hogy mik okoztak még pozitív mérleget is. Az egyik ilyen 23-án volt. Igen, mert azt tudni, hogy nem mindig ugyanakkor töltöm fel a videókat, mint amikor le. Az a Legyél a társam videó volt, amikor azt mondtam, hogy lehet csatlakozni hozzám, ez még mindig így van. Valószínűleg lehet, hogy már a héten meg lesz az első videó is, szóval szerintem nagyon jó lett. Még egy kis igazításra visszaküldtem a videót, hogy pár dolgot javítson ki az illető, de hamarosan debütálhat, és mondom, szerintem érdekes bemutatót készített. Na, és akkor itt lehet látni, hogy ez egy ilyen pozitív mérleg, amikor talán jobban bevonod a nézőket a dolgokba, az pozitív. Tehát akkor jobban szeretnek téged az emberek. A másik az 27-e volt. Azt megint nem látom, hogy mi volt 27-én, amit kiraktam. Keresünk olyat, amikor egy nap többet töltöttem föl. Akkor az az F1 2012 lesz. Igen, pontosan. Nem. De. 28. Mit mondtam? Hanyadika? 27. Nem 27-én raktam ki az F1-et. Akkor a Half-Life 2 végigjátszás második részt raktam ki. Tehát a Half-Life 2 volt az, ami még
tovább növelte az előfizetőket. Na itt volt egy nagy leépülés 28-án, akkor raktam ki a Forma 1-es videót, ami azt jelenti, ez a leépülés, hogy nem lett, kevesebb lett az, aki leiratkozott rólam, viszont kevesebben is iratkoztak fel. Ugyannyira nem volt a Forma 1-es annyira meggyőző. Illetve ne felejtsétek el, hogy amit egyszer feltöltötök YouTube-ra, az később is ott lesz. Tehát minél több videótok van YouTube-on, annál több ember fog vele találkozni, és annál nagyobb az esélye, hogy egyszer majd feliratkoznak majd rád. Most megint jönnek a repülők, de szerintem én közelebb vagyok a mikrofonhoz, ezért jobban lehet engem hallani. Na és a 29-e, az hétfő volt. Ez egy érdekes nap volt, abból a szempontból, hogy ezen a napon több minden is történt. Akkor raktam ki a bannoltalak videót, ugye, bár, hogy ha bannoltalak téged, akkor megkapod a második esélyt, feloldom a bannod. Azóta már volt olyan, aki külön kiemelte, hogy, hogy mekkora egy szemétláda vagyok, és bannoljam le újra, szóval megtettem. Azóta van vagy 3 bant, de a 160 valahányhoz képest az semmi. A lényeg az, hogy ez a videó egész pozitív volt. Igaz, hogy már abban a másodpercben, amikor kiraktam, már volt egy dislike rá, azt meg lehet nézni, hogy igazából elég masszívan vannak dislike-jaim. Sőt, legyen egy most egy kísérlet, hogy milyen hamar raknak ki dislike-ot, addig, amíg én beszélek, és akkor tegyünk fel egy videót. Csináljunk most egy videót. Csak úgy. És akkor megnézzük, hogy mi lesz ennek az eredménye. És akkor fú, most nézem, hogy mit kéne kirakni. Van itt nekem pár dolog. Kingdoms of Amalur nyersanyag például. Tekken. Most nézem a nyersanyagjaimat, hogy miket lehetne. Ez micsoda? Hú, ez nagyon hosszú idő lenne, míg a dolgozna vele a Movie Maker? Á, aztán hamar elkezdett dolgozni. Na nézzük. Mindjárt kiderül, hogy tudunk-e valamit ehhez a izéhez kirakni. Hát, ha van valami izgalmas rész, amit most be tudok vágni, és azt mondani, hogy ez olyan, mintha tökre jó lenne. De hát itt nem történik semmi se ebben a videóban, tehát így na várjunk, én most leállítom ezt a mikrofont ide a billentyűzet elé. Lehet, hogy egy kicsit halkabb leszek, és most amúgy ez kicsit ez hangos volt. Na, megpróbálok ugyanolyan közel beszélni hozzá. Csináljunk ebből egy olyan videót, aminek abszolút semmi értelme. Ez volt egy rész, amikor nem mozdultam semmit, mert kimentem WC-re. Ezt úgyis nyersanyagnak szánom. Van egy ötletem, mint hogyha az előbb beszélgettem volna valakivel, aha. Na, akkor ez itt jó lesz. Na, csinálom most egy videót itt a polton belül. Igen, ezt levágom. Jó. Oké, már kitaláltam, hogy mi lesz. Jó. Na nézzük. Itt most elkezdem írni a szöveget, hogy... Hogy igen. Ezt nem tudom, hogy lehetne megoldani a Movie Makerben, hogy eltakarjam azt a részt. Ó, basszus. Mert én azt akartam, hogy most ráírom a szöveget, de az annyira nem fog látványos lenni szerintem. Azért megpróbálom. Mint hogyha lenne itt pár olyan effekt, ami lehet, hogy működhetne. Ez nem jó. Várjunk. Nem veszek fel zenét. Ó, basszus. Ezt, hogyha ide kirakom,
permission as well. The news has... Nem jó. A hangot leveszem. Mert kikapcsoltam a hangfalat. Jaj, de nehéz, jaj, de nehéz. Hogy lehet ide rakni valami jó kis kép aláírást? Amit tényleg olyan, hogy... eltakarja a másikat. Azt hiszem, ez nem fog menni. Tehát így fogok írni egy ilyen szöveget. Körvonalméret jó vastagon odaírom, hogy mint valami régi filmeknél volt itt talán. Valami jó színnel, aha. Reméltem, hogy találkozunk. Mert meg akartam mondani, hogy megcsalt Lorenzo. Na nézzük, hogy hogy néz ki. Nagyon jó lesz. Na igen. És akkor már itt csinálhatunk is egy videót. Reméltem, hogy találkozom, mert el akartam mondani, hogy megcsalt Lorenzo. Igen, ezt egy kicsit hosszabban kell, még egy másodpercet rá kell hagyni. Az a baj, hogy Movie Makerben, hogy nem lehet húzogatni az időben azt, hogy milyen hosszú legyen a szöveg megjelenése. 8:20. Megcsorzson ez, még 8:30 is lehet, az az igazság. Igen, és akkor most újabb szöveget rakunk oda. Tökre nincs értelme semminek, semmit csinálunk. Ezért elmentem a bárba, és hoztam magammal Nesquik kakaót, hogy csökkent sem a lábúj. Lábúj? Az hány jé? Vagy hogy van a lábúj? Lábúj. Az rövid új, ugye? Lábúj, aha, jó van. Lábúj körmöm fájdalmát. Kár, hogy angolul beszél, egy csomóan nem fogják érteni, hogy mi van. Jaj. Ne már! Ez az gyökér rámentette. Ctrl-Z-zem. Jaj. Na, jó van, most már akkor kijavítottam. Nem kell a szöveg beírása. Na, így, és nem fog látszódni semmi. De jó. De amúgy itt tök jó lenne. Csak hát... az, vagy az effekt, az nekem nem kell, tehát így. Most már. Rátesszük. Igen, csökkentsem a lábúj körben fájdalmát. Jó, még adunk rá 3 másodpercet, tehát 10 másodperc hosszú lesz. Nem tudom, hogy ez most érdekel-e valakit, az áttekeri ezt a részt. És akkor most itt választhatunk lehetőséget. És akkor itt most szépen megcsinálom azt, hogy ez kit érdekel? Fáj a fejed? Lehúgyozott egy fa. Kérdeztelek? Na, ígyni. Ígyni. Már megint lecsúszik ez az izé. Na. És ez nem csinálta meg azt a effektet rá, de jó. Ctrl-C, Ctrl-V-zni fogom majd az előzőeket, és akkor biztos jó lesz. Na nézzük meg, hogy milyen ez. Reméltem, hogy találkozunk, mert meg akartam mondani, hogy megcsalt Lorenzo. Jó hosszan beszél róla.
Az biztos. Ezért elmentem a bárba, hoztam magammal Nesquik csokolót, hogy csökkentsem a lábujjgörmöm fájdalmát. Jó lesz. Kit érdekel, fáj a fejed, lehúgyozott egy fa. Kicsit tovább van ott, mint kellene. Legyen az, hogy csak egy másodpercig jelenik meg, mert azonnal nyomtam. Kettő. Három másodperc. Na, miért nem tudok rá kattintani? Három másodperc. Na és akkor most ezt Ctrl-C, Ctrl-V, és akkor... Igen, és akkor úgy hiányzik, amikor reggelente a fülembe csahol, és párkapcsolati tanácsokkal lát el. Azt amelyen random lesz ez az egész baromság. Kár, hogy tényleg angolul beszélnek. Na nézzük. Még egy, kettő, három, négy, öt, hat, itt, oké. Még egy pár másodpercet szadunk. 13 másodperc. Jó lesz ez. Egy kicsit hosszabbra rakom. Na, fél pénzzel. Úgy van. Királyság. Igen, és fele ilyen hosszú lesz, mint ami most. Tehát 7 másodpercet próbáljunk meg, jön nem 77. Na, milyen izgalmas így csinálni. Ilyen hülye videót, oké, és akkor oda berakjuk a kép alá, hogy jaj, nem így kell, hanem így. Ctrl-C, Ctrl-V. Na és akkor... Lájkollak a Facebookon. Dislájkollak a YouTube-on, mert troll vagyok. Hú, még össze is jön ez a dolog. Pont az, amiért elkezdtem ezt a videót csinálni. Tök izgi. Na. Na nézzük. Oj, de király. Ott van a like, a dislike. Igen. Egyszer még egy kicsit több idő kell neki. 7 másodperc. Nem, lájkolom. Nem, inkább nem a Facebook, hanem lájkol. Lájkolom. A videó... dat. Mert sajt. Lájkolom a videódat, mert sajt. Tök jó. Igen. Jaj, de jó. És akkor szerintem ennyi lesz a videó. Ez pont jó vég cselekedet lesz, hogy lájkol. Ja, így. Itt egy picit visszamegyünk. Ennyit szutykolódni egy ilyen hülye videón, tessék, kivágjuk, levágjuk, jó van, feltöltjük, és mindjárt megnézzük élőben, hogy mik lesznek azok, amiket like or dislike Lorenzo király. És mindjárt megnézzük, hogy mit fognak erre mondani, milyen hamar lesz rá like, és milyen hamar dislike, ezt így élőben, egyenes adásban megnézhetjük. Királyság. Na. Mindjárt felmegy a vidi. Még át sem néztük, hogy működik-e, vagy munkodni fog-e. Ó, én kikapcsoltam a hangfalat, ti hallottátok a szöveget folyamatosan, remélem nem volt olyan hangos. Mert elvileg úgy van beállítva a mikrofonom, hogy általában azért, ha én beszélek, az mindig hangosabb. Hoppa, megnyitása.
Na nézzük akkor. Have you come to protest the mission as well? The news has spread to every village. It's on every town. Amúgy nem tudom, hogy ki csalt meg Lorenzo, még mindig nem tudom. Once it relents, all others will follow in its wake. The tome will be ours. Father Dinwell is denying that women can be ordained as members of the Order of Mithara, despite scripture to the contrary. I know that they've got the proof in their reliquary, an ancient ordination tome, but they've never let me close enough to get a glance. All are welcome into Mitharu's embrace. Ha! The hypocrites! Király, kész is van, töltsük föl. Itt a videó, mennyi töltés. Oké. Ezt nem szabad látnotok, hogy hogyan követelem. Nem tudom, miért elvileg nem szabad látnotok. Szóval ezt most a másik monitoron csinálom. Jó, király. Ezt megcsináltam. Na és akkor... Lorenzo megcsalt. Lorenzo megcsalt. Ez lesz a videónak a címe. És akkor itt hát, ami nagyon fontos, hogyha csináltok egy videót, hogy jó címkéket adjatok meg. Én már előre betápláltam mindig címeket. Ezeket mindig hozzárakja, tehát általában, hogyha valaki rákeres, hogy Abydos Moon, biztos megtalálja az én videómat, mert megadtam címkében. Na és akkor itt Lorenzo, sajt, megcsalt, hú, a megcsaltra mennyi ember idejön, tehát majd fogadjunk, hogy nagyon sokan ezért fognak rátalálni a videóra. Akkor, hát nem tudom, kutya, csahol, párkapcsolati tanácsadás. Nem tudom, mióta megy a videó, de biztos, hogy régóta. Na és akkor, ez már nem is pod. És akkor, hát nem tudom még, mit lehetne megadni. Rabszolga. Baromság. Hülyeség. Hülyeség. Nincs értelme. Na, a lényeg az, hogy aztán, hát ez nem feltétlenül játék, megadott egy kategóriát, emberek és blogok, nem tudom, film és animáció. Ez mondjuk, legyen az, hogy humor, semmi értelme nincsen. És akkor Lorenzo megcsalt, nyilvános. És akkor még itt lehet nekem, nem tudom, nektek lehet-e, de személyre szabott üzenetet adni. És most akkor figyeljük meg, hogy hogyan fognak reagálni a nézők erre a videóra. Most kirakom, és kész is. Kész van, kint van. Élőben nézhetjük a dolgokat. Lorenzo megcsalt. Egyelőre még folyamatban van a küldés a feliratkozók hírcsatornájára. És akkor nézzük meg, hogy mi fog először jönni. Folyamatosan frissíteni fogom az oldalt. Like vagy dislike? Ne felejtsük el, hogy hány másodperc telt el azóta, hogy kiraktam. Még egyelőre nincs megtekintés, azért én ránézek. Még nincs megtekintés. Majd, hogyha befejezi a kiküldést az egész. Facebook.com per Abydos Moon. Jaj! Igen. És akkor Lorenzo megcsalt. Már egy megtekintés van. És akkor Vidi. Semmi izét nem mondok meg, semmi instrukciót, hogy most miért kéne szeretniük, vagy nem. De már két ember látta. Hány másodperc? 50 másodperces lett. A második ember most kezdte el nézni, tehát még nincs 50 másodperce. No, három ember látta, a harmadik ember, négy ember látta. Haladunk fölfelé. Hat ember látta. Hét ember látta. Másodpercekről van szó. Kilenc ember látta. És még mindig 11. Még mindig nem jött se like, se dislike. Emberek. Mi lesz itt? 14 ember.
Mikor jön az első dislike? Na azt akarom amúgy, vagy azért kezdtem el ezt az egészet, hogy mutassam, hogy mindig van valami... hát lehet látni, hogy mindig vannak dislike-ok. Ott megjött az első like! És nem tudom, hogy ez most olyan volt, hogy megnézte az illető vagy sem. De az most lehet látni, hogy már az első az, az egy like volt. Még mindig nem küldtek ki mindenkinek a feliratkozó, vagy minden feliratkozónak a videót. De a lényeg az, hogy az első olyan 40 emberben biztos, hogy van olyan, aki dislike-olni szokott. És körülbelül azért követ, hogy minden videómat dislike-olja. Tehát még olyan videókat is dislike-ol, amit nem is lehet, mert például ezért kiosztok mindenkinek egy csomó pénzt. És akkor még azt is dislike-ol. Ott van az első dislike, meg volt a 18 emberen belül meg volt az első dislike. Sajnos nem tudom megnézni, hogy most ő látta-e a videót vagy sem, de az biztos, hogy megtörtént. És még mindig nem érkezett komment, jaj, beütöttem a mikrofonba, még mindig nem érkezett komment. 22 ember. 22 ember. Jó, hát ez mindenki döntse el magának, hogy ez a videó érdemel-e dislike-ot, vagy nem. De minden esetre már kapott. És hát így telnek a napok, ott van, már mindenki megkapta a videót. Á, itt kiírja, hogy mikor lettek kirakva a videók. Aha, mikor lett publikálva. Tehát itt lehet látni, hogy 28-án 11 órakor publikáltam ezt. Aha, tök jó, mikor rá nem jön az ember. Tehát, hogy publikálva van, és már... nagyon sokan vannak, akik már úgy nyomnak rá lájkot egy 3 órás videóra, hogy még meg se volt, vagy idejük se volt megnézni. Ez természetesen benne van a pakliban, nem egyszer. De én azt mondom, hogy dislike-ot minek nyom az ember anélkül, hogy megnézné, vagy... Nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy dislike-ot akkor nyomjon az ember, hogyha valami nagyon ellenszenves. Tehát, hogy például ellopják a videóját, vagy nem tudom. Ami tényleg ellenszenves, hogy utálod, hogy utálod a személyt. Én így vagyok vele, hogyha nem tetszik, nem nyomok semmit, ha tetszik, akkor sem nyomok semmit, ha nagyon tetszik, akkor lájkolom. Én szerintem ez a normális. Ha nagyon nem tetszik, akkor diszlájkolom. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez most megtörtént, és visszamegyünk a statisztikákhoz. Igen, a lábújak. Igen. És akkor amit még mutatni akartam, ez egy nagyon érdekes statisztika, 29-en, amit mondtam. Akkor volt az, hogy kiraktam azt a videót, hogy bannoltalak második esély, amire 22 like volt, és szerintem azért lett ennyi like, mert látták, hogy nagyon sokat troll, és akkor a többiek így belehúztak. Közben megnézzük, hogy hogyan áll a dolog. Lorenzo megcsinálta. Első komment! Ez itt van. Ez az első komment. Szakadok, tessék. Élőben valakinek jobbá tettem a kedvét, már amennyire élő nektek felvétel. Na, és akkor... nem jött még. Valami Facebookhoz is jött már megjegyzés, tehát hogy a Facebookon is valaki már kommentelte. Nézzük meg így. Nem, csak lájkolták. Na, lényegtelen. Azt nem kéne... látni. Na, a lényeg az, hogy igen, a másik, ami történt ezen a napon, és nem tudom most, hogy sok előfizetőt azért kaptam el, mert egy nagyon kedves ember, akit már törölt a YouTube, mert minden nagy, vagy minden YouTube-ost elmondotta, hát eléggé szépen elhordott a francba, és hát amúgy valószínűleg beteg ember, mert mint agyilag beteg, és tényleg... Tehát így valami baja van. Ő neki hála, szerintem nőtt a feliratkozói számom. Tehát azelőtt volt, lehetett látni, hogy nagyon lent volt a feliratkozói szám, de amint ő kirakta a videót, tökre sokan feliratkoztak. Tehát így az átlagosnál is többen. Szóval az utóbbi időben szerintem neki köszönhetem azt, hogy feliratkoztak, hiszen olyan nagy YouTube-osokat szidott, mint Freddy D., meg Herbie, akiknek nagy a nézettsége, és hát utána engem mondott, tehát szerintem neki köszönhetem ezt a sok feliratkozást, szerintem ez is egy érdekes dolog. Na és akkor hát itt meg lehet még nézni, hogy az utóbbi 30 napban mik voltak nagyon,
hát érdekesek. A feliratkozó számból tekintve, mert hogy honnan iratkoztak föl. A Sims 3 bemutató az, aminek köszönhetően többen feliratkoztak rám. A Spore Giga bemutató a másik. Tehát a Spore az egy nagyon jó üzlet volt nekem anno. Azt megköttettem azt az üzletet, hogy megcsináltam videóban. Itt lehet látni, hogy előfizetők tekintetében mindig hoz egy-egy-egyet szinte. Tehát egy nagyon jó üzlet volt, tetszik, nem tetszikben, folyamatosan tetszik, akkor megtekintésekben, ha megnézzük a Spore Giga bemutatót, hozza a napi 130-as, 140-es átlagot. Tehát így naponta 140 ember csak a Spore Giga bemutatót látja. Tehát így elképesztő ez az egész spóros dolog, ami így kijött belőle. A Sims-nél megnézzük, hogy milyen statisztika, ott is hoznak előfizetőt nekem, az is egy jó üzlet volt, megtekintések tekintetében is hozza a 100-as átlagot, tehát ez is egy jó dolog volt. Hosszú távú befektetés, azt mondom nektek. Tehát én nagyon sokat köszönhetek a Spore és a Sims 3-nak, de a Spore-nak főleg. Tehát, hogyha megnézzük, akkor élettartamra tekintve a Spore az élettartam, megtekintések. Ha megnézzük, akkor megtekintések számában 88 ezer, igen, annyian nézték meg. Tehát 88 ezeren nézték már meg. És nekem ez a legnézettebb videóm. Legalábbis én úgy tudom, hogy ez a legnézettebb videóm. Szóval csináljatok egy aranyos játékról egyedi bemutatót, aztán az szerintem az jó, hogyha mindenféleképpen a játékokkal akartok foglalkozni. Na de! Szóval nem tudom, hogy itt minek köszönhetem, nézzük meg a megtekintéseket, itt gondolom ez a statisztika is érdekel titeket. Mindig nézegessétek a statisztikákat, hogy tudjátok, hogy kik azok, akik itt van. Igen, a Spore a legnézettebb, aztán a League of Legends, aztán a Star Wars Battlefront második rész. Mindig megkérdezik, hogy hol van a többi rész, de ott van a leírásban. Na mindegy, Battlefield 2, Battlefield Heroes, stb. Na, és akkor... Ja, mit akartam itt élettartamot, lehet látni, hogy így emelkedik a nézettség, voltak persze visszaesések mindig, de ez a napi átlag, naponta ennyien néznek. Na és akkor, igen, ez meg a Star Wars Battlefront első része volt ez a bemutató, ezt törölnöm kellett a Fox miatt, de most már lényegtelen. Ami nagyon fontos, az a demográfia. Itt azért nagy is szerintem az a 35-44-45-54-es stat, mert szerintem nagyon sokan a szüleik profiljáról néznek, de itt lehet látni, hogy amúgy ez már valószínűleg reális, ezek is, ezek tuti, hogy reálisak, ezek a nézők. Itt ezeket érdemes nézni, hogy hány százalék nő, hány százalék férfi, hogy tudjátok, hogy kinek kell csinálni videót, vagy ki az, aki érdeklődik irántatok. Hogy hol néznek titeken, mobil eszközön 11% néz, az például egész sok. A YouTube csatorna oldalon csak 4,4, tehát az a csatorna, amit itt láttok, itt alig néznek. Beágyazott videó sem nagyon, nem nagyon szoktam beágyazni a videókat, szóval így, hát az, amikor megtekintési oldal, amikor úgy vannak a dolgok, az eszközök, ez nem tudom most micsoda, véletlen rányomtam. Ja igen, hogy számítógép, mobiltelefon, blablabla. Bla. Forgalom forrásai. Aha. Javasolt videóban nagyon sokan onnan jönnek, mobil alkalmazások, kezdőlapon lévő hírcsatornák, ott is megjelenek, YouTube kereső 13%. Tehát az is, hogyha jó nézéket, címkéket adtok meg, akkor a keresőben is egész jó az arány. Közösség megtartásban szerintem nem vagyok valami jó. Bár azt most nem tudom. Ezt csak egy ideje nézi a YouTube. Menjünk vissza 30 napra, jobban át lehet nézni. Vagy legutóbbi 7 nap az is jó. Tehát általában ilyen 6 perc, ilyen 7 percig jutnak el a nézők. Hát nem tudom, van egy csomó videó, ami ennél hosszabb, mint például a mai is. Szóval nem tudom, hogy mi lesz itt. Előfizetők, azt tetszik, nem tetszik. Nem ezen a héten, hanem az ebben a hónapban. Meg lehet nézni, hogy milyenek az arányok, nem tetszések,
vannak kiugró nem tetszések, a pont ez a 19 meg 29-es. Kedvencekben hányan lakják be? Az érdekes, mert én például sose használom a kedvenceket. Megjegyzések, hányan írnak kommentet, hol. Tehát itt meg lehet látni a dolgokat. Megosztás, hányan osztják meg. Hát osszátok meg többen a videókat. És hogy kommentárokat hányan nézik meg, ha minden igaz. Vagy hány videómnál van kommentet. Lényegtelen. Na! Tehát szerintem ez volt akkor így most az áttekintés része. Nézzük meg, hogy hogyan áll a videónk, amit együtt csináltunk. 96 megtekintés, 6 like, 1 dislike, 3 komment. Nézzük meg a 3 kommentet. Sajt, ez mekkora szakadok. Na, látjátok, legalább van, akiknek sikerült boldoggá tenni a napját. Aztán akkor ezt egy kicsit lehet, hogy később rakom ki ezt a videót emiatt. Jó lenne, hogyha ezt holnap raknám ki, nem? De miért rakta ki, hogy izé, hogy... ugyanazokat a izéket rakta ki. Kommenteket. Lehet, hogy ezt holnap rakom ki, úgyse tudtam, hogy milyen videók legyenek még a héten. Holnap kirakom, vagyis elsőn rakom ki ezt a videót, amit ma beszéltünk. Másodikán a... valamit. Lehet, hogy majd a gyereknek a videóját szombaton, nem tudom, hogy mit fogok csinálni. Vasárnap meg valami bemutatót összevágok, van nyersanyagom. Jó, majd valamit kitalálok. Na, ennyi lett volna ez a nagyon hosszú, ki tudja milyen videó. Nem tudom, milyen címet adok még neki, de feltöltöm. És ti már csak azt fogjátok látni. Lényeg ennyi. Köszi a figyelmet. Pá, pá.